Szent Mihály napja a népi hagyományban a gazdasági év végét, a betakarítás befejezését jelzi, amikor az idő valóban hűvösebbé, ősziessé válik. Magyar széken, sváb hagyomány szerint október elején betakarítási ünnepet és német napot tartottak. A templomkertben a magyar széki német nemzetiségi fúvószenekar hívogatta zenével a lakosságot az ünnepi szentmisére. Ez a betakarítási ünnepünk. A maga a betakarítási ünnepnek a jelentése az egy örömünnep. Hálát adunk, egy hála ünnep igazából. Hálát adunk a természetnek, hálát adunk az égieknek, hogy ebben az évben is mindent, amit megtermeltünk, ami megtermett, le tudtuk aratni, le tudtuk szedni, és igazából ez egy ünnep, egy hálaadási ünnep. A termésért való hálaadással minden vallásban találkozhatunk. A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése alapján október első vasárnapja a betakarítási ünnep. Ekkor a hívek hálát adnak a terményekért, melyeket az emberek javára érlelt a föld, és amiket a helyi plébános meg is áld. A terménybetakarítás az tulajdonképpen egy úgynevezett sváb, német vagy osztrák szokás, vagy régmúlt időkre vezet vissza, és ezt szerettük volna 4-5 évvel ezelőtt újra idehozni, közénk a németséget egy kicsit erre emlékeztetni, és ezért tulajdonképpen egy betakarítási ugye ünnepnek nevezett, mi így nevezzük, kint osztrák Oktoberfestnek hívják. Szent Mihály napját a nép az év közepének is tartotta, mivel a mezőgazdaságban dolgozóknak ekkor zárult le a fagyok után kezdődő, az aratással, betakarítással kicsúcsosodó munkaév.